Sziasztok, lányok! A mai esetünk egy báránybőrbe bújt farkas lesz, méghozzá nem fogunk másról beszélni, mint a Green River menti gyilkosról. Szóval vágjunk is bele. Azt kell róla tudni, hogy úgy hívják őt, hogy Gary Leon Ridgway, biztos nem mondom ki jól, de őt így hívják. A gyerekkoráról annyit tudunk, hogy ő három fiú testvér közül a középső, tehát középső gyerek. Hát egyébként nagyon érdekel engem ez a középső gyerek szindróma dolog. Nem igazán ástam még bele magam a témába, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ez egy ténylegesen létező dolog, vagy nem, vagy de mindegy. Szóval középső gyerek volt. Azt lehet tehát középső gyerek. Hát egyébként nagyon érdekel engem ez a középső gyerek szindróma dolog. Nem igazán ástam még bele magam a témába, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ez egy ténylegesen létező dolog, vagy nem, vagy de mindegy. Szóval középső gyerek volt. Azt lehet tudni, hogy az anyja eléggé ilyen erőszakos, uralkodó típus volt, az apja buszvezető volt egyébként, és sokszor panaszkodott az apja arra, hogy munkája közben sok prostituáltat lát, ezt mondjuk nem tudom miért volt olyan lényeges megemlíteni a gyerekeinek, de mindegy. Annyit lehet tudni, hogy az anyja és az apja viszonylag durván szokott összeverekedni a családi házban, és valószínűleg ez is kihatással volt az ő életére, de szerintem, ami ennél fontosabb, és ami szerintem ennél jóval nagyobb hatással lehetett rá, az pedig nem más, mint hogy 13 éves koráig bepisílt. Ugye ennek lehet tudni, hogy ennek pszichés-lelki okai vannak, hogy valaki 13 éves koráig bepisílt, és nem csak, hogy bepisílt, hanem mindannyiszor, amikor bepisílt, akkor szólt az anyjának, és az anyja lefürdette őt. Nem tudom, azért szerintem 13 éves gyereket már nem fürdetünk le, vagy 13 éves fiút, sőt, szerintem sokkal előbb már így abba kéne hagyni. Szóval, na mindegy, szóval érdekes volt az ő kapcsolatuk megint, az ilyen a szüleivel. De így nagyjából ennyit tudunk, azt tudjuk még, hogy diszlexiás volt, illetve azt, hogy egyszer már bukott a gimnáziumba. Egy évet kellett ismételnie. Nagyon többet a gyerekkoráról nem tudunk. Aztán a gyerekkora után, ami már a felnőtt életére vonatkozik, azt tudjuk, hogy közben keresek ecsetet, hogy 19 évesen végzett a gimnáziumba, és gimnázium után rögtön feleségül is vette a mi nem talál az ecsetemet, a gimnáziumi szerelmét, aki terhes volt már ekkor tőle, és őt elvette feleségül, született egy fiúk, majd utána bevonult a haditengerészethez, ahol is elvitték őt a vietnámi háborúba, ő bevetéseken is részt vett, ezt tudjuk, és azt is lehet tudni, hogy rengeteget vette igénybe prostituáltak szolgálatait. Az egyik ilyen alkalommal gonoreát kapott el, ez szerepel az ő katonai aktájába, hogy gonoreával kezelték. Emiatt eléggé dühös lett egyébként, hogy ő gonoreát kapott el egy prostituáltól. Hát mit képzelnek ez a prostituáltak? Nem kell igénybe venni a szolgáltatást, ezt tudom javasolni, és főleg nem óvszer nélkül. Tehát ez meg a másik. Nem mindegy, de ez nem akadályozta meg a továbbiakban sem, hogy ő prostituáltakhoz járjon. Ja igen, szóval, és utána hazajött, és hát kiderült, hogy a felesége félrelépett, úgyhogy ők el is váltak viszonylag hamar. Ennek következtében miután hazajött a vietnámi háborúból, ő elhelyezkedett egy kamion festő vállalatnál, és egyébként 30 évig ott fog dolgozni, szóval, hogy ő viszonylag kitartóan dolgozik egy munkahelyen, azt el lehet róla mondani. Aztán lesz egy második felesége, aki majd a történetben picit érdekes lesz, de nem annyira érdekes, és ekkor lesz ő egy nagyon-nagyon vallásos emberré. Én ezt idézőjelben mondanám, mert aki vallásos, és tényleg vallásos, az nem követel ilyen dolgokat. Szóval, hogy az tény és való, hogy ez nem így működik, hogy vallásosak vagyunk, de közte, vagy mellette embereket öldögélünk. Tehát, hogy ilyen nincsen. Valaki vagy vallásos, vagy sorozatgyilkos. A kettő együtt nem működik. És hát ő
De minden esetre csatlakozott egy egyházhoz, ő azt nagyon komolyan vette, és otthon is, és a munkahelyén is olvasott fel részleteket a Bibliából. Több szemtanú is van, aki azt mondja, hogy elsírta magát a meghatározottságában nagyon sokszor a templomban, és ezeken az Isten tiszteleteken, és hát igen, a feleségét is nagyon szigorúan vette, hogy betartsa az egyházi előírásokat, és minden ilyesmit, tehát, hogy ő így éldegélte a kis életét. Egyébként hittérítőként is dolgozott. Mármint a saját munkája mellett így eljárt házakhoz, és megpróbálta megtéríteni az embereket. Ezt jól hallottátok. Na de, és akkor még mit tudunk róla? Aztán elvált a második feleségétől. A második felesége egyébként azt állította, hogy ő az alkalommal folytogatta őt, illetve azt is állította, hogy rendkívül sokszor szerette volna, hogyha nyilvános helyeken élnek nemi életet. Ami persze neki nem tetszett, de hogy a férje erre nagyon-nagyon rá volt állva. Azt lehet még tudni Ridgwayről, ezt mindegyik felesége alátámasztotta, és a barátnői is, hogy nagyon nagy volt a szexuális étvágy, tehát naponta legalább 2-3-szor igényelte az együttléteket. Akkor még ezen kívül azt is lehet róla tudni, hogy megcsalás miatt vált el a második feleségétől is, de nem azért, mert hogy ő csalta meg, mert ez természetes volt rá, mert mind a három felesége mellett rendkívül gyakran vette igénybe prostituáltak szolgálatait, ezzel kapcsolatban őt már le is tartóztatták, tehát volt erről szó. Ezt nem mondtam, nem, hogy mikor született. 1947. februárjában született, február 18-án született, és a 80-as, 90-es években követte el a gyilkosságait. De és a harmadik feleségével élt addig, amíg őt le nem tartóztatták, és egyébként a harmadik feleségét nagyon szerette, de erre majd ki fogunk térni. A gyilkosságok. Szóval 1982-ben találna, elmegy halászni a Green River folyóra egy férfi, és ott találja meg összesen három nőnek a holttestét. Először azt hiszi, hogy ilyen próbababákat sodor felé a víz, és aztán hamar kiderül, hogy azok nem próbababák, hanem igazi nők, és ott találják meg azt a három holttestet, és ahol megtalálják, utána elkezdenek nyomozni, és még kettő holttestre bukkannak ott, és ezért lesz Green River-i gyilkos az ő neve, vagy sorozatgyilkos, ezért így emlegetik. Egyébként az összes holttestet nem ott találják meg, mert aztán egy idő után áttér arra, hogy szeméttelepeken rakja le a lányok holttestét, mert rájön arra, hogy a szemét, ahogy fújja a szél, meg ahogy hozzák a szemetet egymásra öntik, egyszerűen magától is megsemmisítődnek a bizonyítékok. Egyébként a nyomozás során több mint 10 000 bizonyítékot találnak, és azokat rendszerezik. Na, de hogy is követi el a gyilkosságokat? Az a helyzet, hogy azért nem mondtam még pontos számot a gyilkosságról, mert nem lehet tudni. Összesen 49 gyilkosságot vallott ő be, és további 22-nél feltehetően ő volt az elkövető, azokat nem vallotta be, és egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy ő volt, tehát nincsen DNS vagy egyéb nyom, amit egyértelműen be lehetne azonosítani, hogy ő követte el a gyilkosságokat, de nagyon nagy a valószínűség rá, hogy ő követte el. Szóval, de a gyilkosságokat úgy követi el, hogy csak és kizárólag a 49 áldozatból 47 volt prostituált, a másik 22, akinél feltehetőleg ő volt a gyilkos, szintén prostituált volt, az a másik kettő áldozat, az nem volt prostituált, de saját bevallása szerint azért választotta ki őket, hogy a rendőrséget összezavarja. Szóval, igen. Úgyhogy azért nem prostituáltak voltak az a két hölgy, két pincérnő volt egyébként. Úgyhogy igen. Az áldozatok életkora 13 évestől megy 36 évesig, de az átlag életkor az 16-17. Tehát kimondottan fiatal prostituált lányokra
volt ő ráva, ez volt neki a mániája. Nem kapták el nagyon-nagyon sokáig, összesen hány évig nem kapták el? 19 évig nem kapták őt el, és ennek több oka van, erre ki is fogunk érni. De visszatérve a gyilkossághoz. Szóval, fogta, elvitte ezeket a lányokat, azok a lányok nagyon megbíztak benne, és soha nem gondolták róla, hogy ő lenne a gyilkos. Egyrészt a kinézete miatt is, egy viszonylag alacsony, szemüveges, olyan kis bizalomgerjesztő arcú férfit képzeljetek el, tehát hogy nem az a típus, akire így ránézel, és azt mondod, hogy híha, ez aztán nem a legmegbízhatóbb, illetve hosszú-hosszú évekig járt erre a környékre, ugyanarból az utcából vitte el a lányokat, és ezért a lányok őt ismerték, tehát a prostituált lányok abszolút ismerték őt, a kocsiját, a többször is elmentek vele, és ezért nem feltételezték róla, hogy ő lenne a Rivery gyilkos. Na de szóval, hogy fölvette őket, közösült velük, és utána megfojtotta őket. Eleinte kézzel folytotta meg őket, de egyre jobban rájött arra, hogy a kezén ilyen karmolás nyomok meg sebek voltak, ahogy védekeztek az áldozatok, úgyhogy áttért arra, hogy kötéllel folytotta meg őket. Vagy az otthonában, vagy a kocsiában, vagy pedig egy kies részen ölte meg a lányokat, attól függően, hogy épp volt-e felesége, vagy nem volt felesége, hogy lehetősége volt-e rá, vagy nem volt rá lehetősége, hogy elbújjon az otthonába, vagy nem. És utána a levetkőztette a holtesteket, és elvitte, mondom, vagy a Green River folyó partjára, vagy pedig szeméttelepre. Ott a holtesteket levetkőztetve és különbözőféle pózókba állította, helyezte el, ez volt a mániája. Sokszor ilyen kis, hát most mondanám azt, hogy installációkat készített, de igen, szóval, hogy több holtestit is egy csoportba, így beállította őket pózba, szóval, hogy ilyen meglehetősen érdekes módon csinálta ezt is. És utána többször visszatért a helyszínre, és hát közösült, nem, azt nem így mondjuk, hanem megbecstelenítette a holtesteket. Illetve még az volt a szokása, hogy minden ékszerüket eltávolította, ez később a rendőrségnek volt nagyon fontos, mert hogy arra számítottak, hogy amikor megtalálják az elkövetőt, akkor az otthonába majd biztos találnak ékszereket, és hogy így még könnyebb lesz majd bizonyítani, hogy az az adott elkövető a sorozatgyilkos. Szóval levette az ékszereiket, és egy követ helyezett el az áldozatok hüvelyébe. Ez volt az ő védjegye. Ezt a rendőrség sose adta ki ezt az információt, mert ilyenkor mindig sok barom van, már bocsánat, egyébként is, de mindig sok barom van, de hogy ilyenkor nagyon sokan jelentkeznek, hogy én vagyok a gyilkos, én vagyok az elkövető, amikor kiderült, hogy egy sorozatgyilkost keresnek, és ezt az egy információt, hogy köveket rak a hüvelybe, ezt nem mondták el, pontosan azért, hogy tudják azt, hogy ki is az igazi elkövető, majd, ha ténylegesen elkapják. És egyébként Ridgway írt pár levelet is a rendőrségnek, amiben ezt a részletet elmondta, hogy tudják, hogy ő követte el, de a levelet nem tudták visszanyomozni, és ezért nem tudták őt elkapni ez alapján. Na szóval, úgyhogy így ölte meg a lányokat. Ő állítja, hogy ő nem nekrofil, ugye nekrofil az, aki holttestek iránt érez szexuális vágyat, ő állítja, hogy ő nem nekrofiliában szenvedett, hanem csak azért ment vissza, és becstelenítette meg a holttesteket, hogy ne akarjon újabb áldozatokat keresni, és hogy ezzel húzta az időt, de az a helyzet, hogy a 80-as években volt rengeteg olyan időszak, amikor hetente két lányt ölt meg, szóval nem hinném, hogy ennek az volt az oka ténylegesen, hogy nem akart túl sok lánynak ártani, és ezért ment vissza, hanem ő nekrofil bizony. Még ez is. Na de, hogy őt hogy is kapják el? Egyébként egy hatalmas nagy nyomozás indul egy idő után, amikor már olyan szintű tömeges eltűnése van a prostituáltaknak. Egyébként a rendőrök
rengetegszer kimennek a prostituáltakhoz, és megpróbálják nekik elmondani, hogy ne itt álljanak, ne álljanak ki az utcára most, mert hogy egy sorozatgyilkos munkálkodik. De az a helyzet, hogy a prostituált lányokat erről nem tudják lebeszélni. Volt is egy áldozat, akivel beszéltek a rendőrök, mielőtt meggyilkolta volna őt a River, a Green River sorozatgyilkos, és beszéltek vele, és mondta, hogy hát ő nyugodtan állhat itt kint, mert ő fölismerné, ő ravasz és okos, ő fölismeri, ha valaki hazudik, és ő mindig megkérdezi az kliensektől, hogy te vagy a gyilkos, és hogy mindig mondják, hogy nem, és ő tudja, hogy hazudnak-e vagy nem. Na hát ehhez képest őt ezután a kinyilatkoztatása után 2 héttel találták meg a holttestét. Egyébként, ami nagyon nehezítette a nyomozást, az pont az, hogy prostituáltakról van szó. Mert hogy a 80-as években vagyunk, a prostituáltak társadalmi megítélése ma is nagyon-nagyon negatív és borzasztó. De a 80-as években ez még borzasztó volt. Tehát a 80-as években elhagyhatta olyan mondat a szájukat az embereknek, hogy hát maguknak keresték a bajt, meg aki ilyen életet választ, az ezt értemli, meg ilyenek voltak, szóval. És a másik, hogy egy csomószor nem jelentették be a prostituáltak eltűnését, mert nem volt rokon, nem volt senkiük a striciükön kívül, aki bejelentette volna, és hogyha őket nem érdekelte a stricit, hogy hova tűnt a lány, akkor nem jelentette be. Ha be is jelentették az eltűnést, nagyon sokszor ezek az akták a legeslegutolsók voltak, amivel valaha is foglalkoztak. Mert ha választaniuk kellett, hogy egy eltűnt gyerek, vagy egy másik eltűnt nő, aki mondjuk bolti eladó volt és nem prostituált, akkor inkább azokat keresték, és nem a prostituáltakat. Aztán a másik, amikor már ténylegesen rendesen nyomoztak az ügyben, de még mindig nehezítette a dolgot, az a tanuk. A legtöbb tanú az éjszakába, akikkel a rendőrök tudtak beszélni, azok vagy drogosok voltak, vagy alkoholisták, és nem tudtak felidézni részleteket. Egy éjszaka láttak 50 férfival elmenni egy nőt, nem tudták felidézni, hogy melyiknek milyen autója volt, hogy nézett ki a férfi, sötétben volt. Tehát hogy egy csomó minden nehezítette az ő nyomozásukat. Illetve nem csak ezt nem tudták megmondani, hanem még akit be is jelentettek, még azt se tudták megmondani, hogy az hány órakor tűnt el. Tehát ha még a napot esetleg meg tudták mondani, akkor is még a pontos időt nem. Úgyhogy ez nagyon nehezítette a nyomozást, de aztán végül is le fog bukni. Ugye, szóval ott tartunk, hogy összesen, ott van valami a homlokomon, hogy összesen 49 lányt öl meg, és ez a 80-as és 90-es években a 49 az, akit tudunk, és akkor 71 a tényleges szám, de azt mondják, hogy ennél ez lehet jóval több is, akikre nem derült fény, akiket nem találtak meg. Voltak olyan holttestek, amit már csak csontvászként találtak meg, tehát hogy nem találták meg rendes állapotban, hogy tudjanak bizonyítékokat gyűjteni. Úgyhogy igen, ott meg aztán megint még nehezebb az áldozatoknak a fölismerése és a beazonosítása. Na de, hogy végül is hogyan bukik ő le? Egyszer a 87-es nyomozás során egyébként felmerül az ő neve, mert hogy az egyik strici lát egy hasonló autót, mint az övé, és be is tudja azonosítani, mert akkor már azért tehát azok a stricik, akik egy kicsit is normálisabbak, és fura ilyet mondani, de igen, szóval, hogy azok elkezdik félteni a lányokat, és elkezdik őket figyelni autóból egész éjszaka, és az egyik ilyen lát egy fehér furgont, és valami gyanús is lesznek, és elkezdik követni, de sajnos szem elől téveszti, de a pontos autótípust azt látja, és meg tudja mondani. Úgyhogy, és így köt neki végül Ridgeway-nél. De az a helyzet, hogy átkutatják az egész házat. 3 napon keresztül kutatják át a házát, vérnyomokat kutatva, illetve az ékszereket keresik, de nem találják meg. Úgyhogy végül szabadon engedik. Egy dolgot tud elérni a nyomozó, aki egyébként nagyon okosan csinálta, hogy ezt el tudta érni, az pedig az volt, hogy vettek tőle
nyálmintát és hajmintát. Ezt az egyet tudta elérni, de hát ugye akkoriban még nagyon DNS, 87-ben nem nagyon volt DNS vizsgálat, úgyhogy csak ennyi volt, hogy levették a mintákat, és kész, elrakták. Na de, szóval a lebukás az akkor jön, amikor jön az igazi DNS teszt. Amikor rendesen tudják használni a DNS-t. Ugyanis, ugye, mint mondtam, neki nem volt szokása nagyon óvszert használni, soha. És ezt, amikor visszament az áldozatokat megerőszakolni, vagy a tetemeket megszentségteleníteni, akkor is ezt a jó szokását megtartotta, hogy nem vett föl óvszert, és azok a kövek, amiket az áldozatok hüvelyébe helyezett, azokra ment az ondója, és arról tudtak levenni mintákat. És azokat vetették össze DNS vizsgálatnak, vagy azokat vizsgálták meg, és utána vetették össze az ő nyál, 87-ben vett nyál és haj mintájával, és akkor tudták megállapítani, hogy bizony az elkövető. Ez szerintem nagyon érdekes, hogy oldódnak meg ügyek így sok-sok év táblatából, és én ennek mindig nagyon örülök, hogyha meg tud oldódni egy-egy ügy, még hogyha kicsit késve is, és jobb lenne, hogyha előbb oldódna meg, de mindegy. Szóval, és ekkor őt 2001-ben letartóztatják, 2001. augusztusában egyébként letartóztatják, hogy ugye a DNS-ek egyeznek. Viszont neki nagyon jó ügyvédei vannak, és az ügyvédek kitalálják, hogy jó, hát oké, ez azt bizonyítja, hogy ő ezekkel a lányokkal érintkezett szexuálisan, de hogy azt nem bizonyítja, hogy ő is ölte meg őket. Egyébként azt még nem mondtam, hogy Ridgway nagyon okos volt olyan szempontból, hogy sokszor például hamis bizonyítékokat helyezett el a holttestek környékére, mint például cigarettacsikkeket, rágót, és ilyeneket így köré rakott a holttesteknek. Szóval, hogy azért ő ezen nagyon gondolkodott, és nagyon próbálta elterelni magáról a figyelmet. Ekkor egyébként újra kutatják a házat, hogy hát, ha találnak megint valamit, sajnos megint nem sikerül semmilyen ékszert megtalálni, amit kerestek. És hát ugye a DNS sem bizonyítja azt, hogy ő ölte meg, és erre a védőügyvédjei nagyon rámentek. És ekkor fölkér a rendőrség egy kutatócsoportot, hogy legyenek kedvesek, és valamit találjanak, de most már tényleg, tehát, hogy vegyék elő az összes NCIS trükküket, és most azonnal találjanak valamit, mert ki fog szabadulni, hogyha nem megy. És egy nagyon nagy szaktekintély egyébként, talál az áldozatok bőrén, illetve a ruháján festékszóróból, vagy festékmaradványokat. És mondjuk a 49 áldozatból 48-on biztos, hogy rajta volt ez a festékmaradvány, úgyhogy, vagy hát igen, azt hiszem 48-on rajta volt. És ez a festékmaradványt kutatták vissza, és hát ugye, mint mondtam, 30 évig ő festőként dolgozott egy kamiongyárba, és vissza tudták keresni, hogy milyen típusú festék ezek a festékek, és hogy ezeket akkor abban a gyárban használták. És ekkor lép közbe az ügyvéd, és mondja azt a Ridgway-nek, hogy legyen kedves, vallja be inkább, mert akkor tudnak még vád alkut kötni, és akkor nem lesz halálbüntetés. Ridgway ezt meggondolja, kér pár nap gondolkodási időt az ügyvédjétől, majd beleegyezik, hogy jó, akkor ő tanúvallomást tesz, beismeri, és minden részletre, minden kérdésre, ami a rendőrségnek van, akkor ő felelni fog, de hogy akkor nem kaphat alábüntetést. És így is lesz, fél évig tart a kihallgatása, és fél éven át viszik őt egyébként, nyilván nem napi szinten, de nagyon sokszor, megmutatja az összes helyszínt, és még rengeteg holttest előkerül akkor, amikor ő körbeviszi a rendőröket, hogy ő rakta ki a holttesteket. Az biztos, hogy amikor őt megkérdezték, hogy mondja meg, hogy pontosan mennyi nőt ölt meg, arra a kérdésre azt feleltette, hogy ő annyi nőt ölt meg, hogy ne haragudjanak, de ő erre nem tud válaszolni, hogy pontosan mennyit. Hát nem egy cukorvirág. Tehát, hogy így. De jó fej vagy. Igen, szóval azt mondta, nem tudom, hogy ez igaz-e.
egyébként, de én még azt is fel hiszem, hogy lehet igaz, tehát hogy nem tudom. De ő azt állítja, hogy ő annyi nőt ölt meg, ez az idézet tőle, hogy annyi nőt öltem meg, hogy én már nem tudom ezt fejben tartani. Lehet. Lehet, hogy így volt, és tényleg nem tudja, hogy mennyi nőt ölt meg pontosan. Én nem tudom, de minden esetre ezért egy csomóra fény derült. Ennek legalább örüljünk, nem? Na, és akkor utána a tárgyalás megkezdődött. A 49 nő esetében, tehát hogy ott tartunk, hogy csak 49 nő, csak esetében indult meg a tárgyalás, és a bíró végül roppant szimpatikusan azt az ítéletet hozza, hogy 49-szeres halálra ítéli. Vagy 49-szeres életfogytiglanra ítéli. Tehát jó magaviseletért felezhető, akkor csak 40, akkor csak 24-szer kell életfogytot leülnie, és avval a kikötéssel kötötték meg egyébként a vádalkut, hogy soha semmilyen körülmények között őt nem engedhetik ki a börtönből. Úgyhogy most is börtönben van, jelen pillanatban, és 71 éves. Úgyhogy, igen, ott éldegél. Na most megcsinálom a szempilla spirálozást, és akkor a rúzsal megy visszajövök. Vagy tudjátok, mit mondom közben? Szerintem tudom szempilla spirálozás közben mondani, aztán maximum kiszúrom a szemem. Szóval, ami még érdekes volt, a második feleséget ugye említettem, hogy a második feleség körbevitte a rendőröket, hogy mégis milyen helyszíneken akart vele szexuális kapcsolatot létesíteni a férje, tehát az akkori férje, Ridgway, és egyébként a helyszíneken. Tehát, hogy ez volt a mániája, hogy újra és újra visszatérni a helyszínekre. Ami még nagyon érdekes, hogy Ted Bundy, akkor már börtönben volt, kikérték Ted Bundy véleményét. Ez egyébként nagyon érdekes szerintem itt Ted Bundyval kapcsolatban is, meg a rendőrséggel kapcsolatban is, hogy nagyon sokszor, amikor sorozatgyilkosról volt szó, mondjuk nagyon sokszor 5 alkalommal legalább, amikor egy sorozatgyilkosról volt szó, és nem értették a sorozatgyilkost, vagy hogy igen, tehát nem igazán értették, mert hát hogy is érthetnél meg egy ilyen embert, akkor felkeresték Ted Bundyt, és kikérték a véleményét. És Ted Bundy azt javasolta egyébként a rendőröknek, hogy szerint az volt a véleménye, a szakmai véleménye, hogy ez az elkövető biztos, hogy visszatér a helyszínekre, mert hogy amilyen gonddal elhelyezi a holtesteket, és amennyire fontos neki ez az egész. Szóval hogy biztos, hogy visszatér, úgyhogy ha találnak egy friss holtestet, akkor hagyják érintetlenül, és ott állítsanak neki csapdát. Ezt persze nem csinálta meg a rendőrség. De igen, szóval, hogy, és mint utóbb kiderült, tényleg ezt kellett volna csinálni, mert rendszeresen visszajárt. Rendszeresen visszajárt ezekre a tett helyszínekre, meg nem is magukra a tett helyszínekre, hanem ahol elhelyezte a holtesteket. Szóval igen, ez is még egy érdekes, hogy a nőket is odavitte, és hogy a Ted Bundy ezt mennyire jól eltalálta, hogy ő milyen hapsi is volt. Egyébként azt nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ártatlannak vallotta magát nagyon-nagyon sokáig. Ridgway. De hát, ugye mindannyian tudjuk. Ami még nagyon érdekes információ szerintem, az az, hogy mi lett az ékszerekkel. Biztos többeteknek ez eszetekbe jutott, hogy oké, de mi lett az ékszerekkel? Hát az ékszerekkel az lett, hogy Ridgway nem tartotta meg őket, vagy hát nem úgy tartotta meg őket, mint más sorozatgyilkos, hanem egyszerűen fogta, és a gyárba, ahol dolgozott, elhagyta őket. Ilyen véletlenszerűen elhelyezte ezeket az ékszereket ide-oda, de úgy, hogy lehetőleg mindig egy-egy női munkatárs ezt megtalálja, és neki az okozott örömöt, hogyha ezek a női munkatársak ezt megtalálták, és utána hordták. Így ez volt az ő mániája, és ebben lelte az örömét, hogy a munkatársnök hordják a
áldozatainak az ékszereit. Ez is milyen beteg, nem? Szóval... De amikor ez kiderült, akkor így remélem a munkatársnak azért az átnézték az ékszereiket, és azt mondták, hogy oké, akkor talán hagyjuk. Na szóval igen, úgyhogy így kapták előtt, és így nem fogok tudni beszélni közben. Szóval visszatértem, mert a rúzsadást nem tudom úgy megcsinálni, hogyha főleg nem pirosabb, hogyha közben beszélek. Szóval igen, hát ez volt a Green River gyilkosunknak a története. Hát ez biztos, hogy ő is egy nagyon-nagyon beteg ember volt. Nagyon-nagyon-nagyon beteg ember, és egyébként a harmadik házassága alatt követte el a legkevesebb gyilkosságot, és azt nyilatkoztam, rengeteg nyilatkozata van fönn YouTube-on is, tehát meg lehet nézni, azt nyilatkozta, hogy azért, mert hogy ő nagyon szerelmes volt a harmadik feleségébe, és igazán szerette őt, és ezért akkor kevésbé volt ingerenciája arra, hogy nők egy gyilkolászon, milyen kedves, hogy csak fél évente ölt meg egy nőt, nem hetente, igazán. Bájos. Úgyhogy sajnos nem tudjuk a valódi áldozatoknak a számát, és valószínűsíthetőleg sokkal-sokkal több ez a szám, mint akár a 71, de a 49-nél biztos, hogy sokkal-sokkal több. Úgyhogy hát ez volt az ő esete. Annak azért örülhetünk, hogy egész életében rácsok között marad. Ez van. Sajnos nagy tanulság nincsen, csak annyi, hogy esetleg fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a prostituáltak lehet, hogy nem olyan életet élnek, mint ami a többség számára megnyerő, vagy legitimizálható, de akkor is. Tehát, hogy azért ők is emberek, és az ő életük is ér annyit, mint másnak az élete, és csak azért, mert prostituáltak, azért nem nyomozni utánuk, vagy azért a nyomozásukat nem annyira komolyan venni, az minden esetre szerintem egy nagyon elítélendő dolog, és főleg hát ezek mind kiskorúak voltak, vagy hát nem mind, de hogy a nagy részük kiskorú volt, így meg még szomorúbb az egész történet. Na, de hát ennyi volt, lányok, remélem, hogy érdekesnek találtátok, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, sziasztok!